Szerusztok, régi barátok, szükségem lenne marátok, mondjátok el, hogy az élet szép. És hogyha vége a dalnak, bölcs ember nem megy a falnak, bár itt benn magas a bánat még. Déli 12 órától várták a vendégeket a Dombovári Sörfőzdében. A jó hangulatot koncertekkel, vásári forgataggal alapozták meg a szervezők. 28 éve működik családi vállalkozásként a sörfőzde. Most veszünk idén másodszorra részt a nyitott főzdék napján, ami egy országos rendezvény, ahova meghívtunk nagyon sok kézműves terméket, a kürtös kalácsról, a csilitől kezdve, a kerámiától kezdve, homoktövistől kezdve széles a palettánk, ezen kívül meghívtunk fellépőket, akik színesítik a programot. Akit érdekelt a sörkészítés folyamata, az személyesen is megtekinthette a főzde berendezéseit és a felhasznált alapanyagokat. Legfőképp a víz, amúgy a maláta és a komló látható itt. Hát használunk mi pilzeni malátát, mert pilzeni típusú söröket készítünk, amúgy láger söröket. Aztán a karamellmaláta, amit a barna vagy a vörös sörökbe, vagy a gyümölcsös sörökbe rakjuk bele, a festőmaláta, amivel a barna sör kapja a karakteres kávés ízét. Itt a roppantott maláta, amikor össze van roppantva. És itt vannak az ízesítői, a komlók. Jelen pillanatban kétfélét használunk, a herkulest és a perlet, ami aromakomló és keserű komló. A keserű komlótól függ, hogy mennyire lesz karakteres keserű a sör, és az aroma pedig adja neki az aromáját. Az országos kezdeményezés célja, hogy a kisüzemi sörfőzdék megmutassák magukat és az általuk előállított termékeket a közönségnek. 13 tartály található, mert 13 napig érik a sörünk, és hogyha értékesítjük, akkor 13 naponta tudnánk egy tartállyal eladni. Vannak az úgynevezett ászoktartályaink, ami ez az oldal. Az azt jelenti, hogy a 92 fokos sört lehűtjük 14 fokra, hozzáadjuk az élesztőt, és 8-10 napig 16-17 fokon érleljük a sört. Vagyis hát akkor alakul át a cukor alkohollá, mert addig csak egy édes lé. Amikor sorra kerül, akkor van nekünk ez a szűrőberendezésünk, amit kovaföldel kiszűrjük az élesztőt és minden szennyező anyagot a sörből, akkor belekerülnek ebbe az utolsó 4 tartályba, amit aztán utána hordózunk, ha kell pasztőrözünk, ha kell, akkor natursörként megy eladásra. A dombovári rendezvény látogatói igencsak kíváncsiak voltak, hogyan készül a folyékony nedű. A kulturális programokat úgy állították össze a szervezők, hogy minden korosztály megtalálja a maga szórakozását. Hát azért, mert volt bohóc, kutyusa, minden, amit imádok. És mit tettél? Farta, cukrot, popcorn, boldogot, lepény. Országos, tehát a sörfőzők, tehát ma tartja mindenki ezt. Nagyon szuper, jó meg van szervezve. Az estig tartó programon a vendégek nem csak a helyben készült söröket, hanem a sörrel készült ételeket is megkóstolhatták.